Folytassuk is a raktáros elméleteket az ötödik részsel. Ismertesse a tároló tér térfogat kihasználásának jelentőségét, valamint a térfogat kihasználás összetevőit. Mutassa be a térfogat kihasználás növelésének lehetséges módjait, kulcsok és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Raktár térfogat elemei minimum öt elem. A térfogat kihasználás összetevői egységrakmányon belüli, tároló belüli, tárolási módszerinti. A térfogat kihasználás ható, hatósági és technológiai korlátja. Térfogat kihasználás. Nem mindegy, hogy a rakodótérbe milyen mennyiségű árat tudunk elhelyezni, vagy egy adott mennyiségű árhoz mekkora tárolóteret kell biztosítani. A tárolótér tá, térfogat kihasználás mutatója a hasznos térfogat és a teljes térfogat arányát fejezi ki. Ha a térfogat kihasználásáról beszélünk, akkor adott, hogy a raktáron belül három tényezőt kell figyelembe venni. A hely kihasználásnál a magasságot, tehát hogy milyen magasra tudunk pakolni, a hossz irányt és a kereszt irányt. Tehát magasság, hossz és kereszt irányt kell figyelembe venni. A két utóbbi mutató. Tehát a hosszirány és a keresztirány. A kiszolgáló folyosó tengelyének irányába hosszirányú, merőlegesen eső pedig keresztirányú. A magasságot csak kismértékben tudjuk változtatni, de azt is csak akkor, ha rendelkezünk olyan emelőszerkezettel, amivel a teljes tárolási magasság kiszolgálható. A hosszúság kihasználását nem tudjuk növelni, mivel az áruval fedett hasznos, hossz, ugyanolyan méretű, mint a kezelőfolyosó. A keresztirány kihasználási mutató értékének növelésével van lehetőség a térfogat növelésére is. Nézzük is meg a raktérfogat elemeit. Tehát raktár térfogat, raktár egységnyi áru térfogata, csomagolási térfogat, tehát csomagolás térfogat igénye egy raktár egységnyi árunál. Egységrakolány képzőeszközök térfogatát kell figyelembe vennünk, tehát raktárberendezés térfogat igényét is, és a távolőrtér kialakítási térfogat igényét, tehát állványépület közötti távolság térfogat igénye. Térfogat kihasználás A térfogat kihasználás Növelésének lehetséges módjai. A tárolás a raktározási folyamat egyik alapvető funkciója. Ez az alapfunkció abból a szükségszerűségből következik, ami a termékek előállítása és felhasználása között időbeli különbség hatására keletkezik. A raktári tárolótér a raktári készlet nagyobb hányadának az elhelyezésére szolgál. A raktározás költségei meghatározó nagyságrendet képviselnek a logisztikai költségek között, ezért lényeges olyan minimalizálásuk, amely mellett a vevőkiszolgálás minősége a kívánc szerintet eléri. Általában a raktál épületen belül a tárolótér a legnagyobb helyszükségletű, melynél minél gazdaságabb kiasználásra kell törekedni. Ennek gazdaságossági szempontjából a legjellemzőbb mutatója a tárolótért térfogat kihasználási mutató. Nem mindegy, hogy egy adott raktárban milyen mennyiségű árut tudunk elhelyezni, vagy adott mennyiségű áruhoz mekkora tárolóteret kell létesíteni. Tárolóterület tároló terület, kihasználás kiszámítása. Hasznos terület per teljes terület szor 100. Mindjárt mutatom. Itt láthatjuk is a képen, amit az előbb mondtam, tehát tároló terület kiszámítása. Hasznos terület per teljes terület szor 100 itt a fel, jobb, ö, bocsánat, itt a felsőbe láthatjuk. Itt. És akkor van még a térfogat kihasználás kiszámítása, tehát hasznos térfogat per teljes térfogat, és ezt szorozzuk százzal. A tároló térfogat kihasználásának növelése, optimalizálása igen fontos feladat, mivel jelentősen csökkentheti a raktározás költségeit. A térfor, térfogat háromdimenziós fogalom, így a térfogat kihasználási mutató is három irányban vizsgálható. Kv egyenlő Km ször Kh ször Kk. Magyarán a Km a magassági irányú kihasználási mutató, tehát a magasság. A KH, ezt beszorozzuk KH-val, tehát egy hossz irányú kihasználási mutató, és akkor még van nekünk egy KK, amit beszavazzuk azzal, tehát egy kereszt irányú kiszolgálási mutató. Itt meg kell jegyezni, hogy a raktár tároló kapacitását mindig térfogat egységben, tehát köbméterben kell kifejezni, hiszen de egyébként nagyon jól egyszerűsíthető ez a köb, hogy miért pont köbméter. Azért köbméterben három dolgot szorzunk egymással. Három térbeli egységet, és nézzük meg, a köbméternek pont egy hármas a mutató száma is. Tehát ezért köbméter. Mert három dolgot szorzunk, ezért, amit láthatunk, köbméter lesz. Mert ott az a kis hármas. Ez csak az egyszerűség kedvéért mondtam, hogy tényleg mindenki megértse. A térfogat kihasználási mutató növelésének lehetőségei. A fentiekben említett három kihasználási mutató különbözik abból a szempontból is, hogy növelésükre nem egyforma a lehetőség. A magassági irányú kihasználási mutató csak kismértékben változtatható, mivel az áramozgatáshoz szükséges meddőtérfogatok és hatósági előírások, például a tárolási, magasság és mennyezet közötti biztosítandó térköz. Determinálják a hasznos magassági arányt. Természetesen kihasználás meghatározott értékének eltéréséhez olyan gépi eszköz szükséges, amelyel a teljes tárolási magasság kiszolgálható. Mondjuk itt magas emelésű targonca. Például. A hosszirányú és a keresztirányú mutató növelési lehetőségeinek vizsgálata előtt értelmeznünk kell, hogy mit értünk a két irány alatt. És ezt mindjárt meg fogom nektek mutatni egy képben, hogy jobban megértsétek. Itt láthatjuk is, tehát van egy keresztirányunk, amit itt, itt találhatunk. És van egy hossz irányunk. És itt vannak a sorok. Ez egy, ez egy tényleg, amit itt láthatunk az ábrán, az a szemlélteti a tároló téren belüli tipikus áruelrendezést és a két irány értelmezését. A tárolótérben az áruk tömbökben, illetve sorokban helyezkednek el, ahol az egységes tárolóhelyek tömbök, illetve sorok között kiszolgáló folyosókról élhetők el kiszolgáló folyosó. A kiszolgáló folyosók tengelyének irányában hosszirányról, arra merőlegesen pedig keresztirányról beszélünk. Hosszirány? Keresztirány. Ezek után belátható, hogy a hosszirányú kihasználás értékének növelésére nincs lehetőség. Mivel az áruval fedett hasznos hossz ugyanolyan mértékű, mint a kezelésükre szolgáló folyosóé. Tehát a hosszirányt sem tudjuk változtatni. Ezek után belátható, hogy a hosszirányú irányú értékének növelésére nincs lehetőség, mivel az áruval fedett hasznos ugyanolyan mértékű, mint a kezelésükre szolgáló folyosóké. A tárolótér térfogat kihasználásának növelésére, tehát csak kereszt irányba van lehetőség. Kereszt irányba. Ez az ábra, amit itt láthatok, tehát ez egy kereszt irányú kihasználás szemléletet. Az ábra a tárolótérnek egy olyan metszete, amelynél a kihasználási mutató az alábbi szerint számítható. Tehát kv egyenlő 2 nagy B per 2 B plusz kis B. És ennek az eredménynek az lenne jó, hogyha 100%-ot kapnánk. Tehát a kis B a raktári kiszolgáló gép útszükséglete. Azért kell hozzáadni a plusz B-t. A plusz kis B-t itt alul. A nagy B a kiszolgálási útról kezelt tároló hely mélysége. Kiszolgálási útról kezelt tároló hely mélysége. Tehát ez a kis B itt nem más, mint az a köz, ami a raktár kiszolgáló gép út szükséglete. A nagy B szintén a kiszolgálás útról kezdett tárolóhely mélységét határozza meg. Tehát KV, amit az előbb felírtam, egyenlő 2B osztva, 2B-vel plusz B. A képletből... Kitűnik, hogy a keresztirányú kihasználási mutató és az ezzel a tárolótér-térfogat kihasználásának növelésére két lehetőség van. A kiszolgálási út tehát a kis B szélességének csökkentése. Vagy a tárolási mélység B-nek a csökkentése. Tehát valamelyiket csökkenteni kell. Az első eset a kiszolgáló gépek, a második eset pedig a tárolási mód oldaláról történő térfogat kihasználás növelésének lehetőségét adja. A térfogat kihasználás növelése a kiszolgáló gép oldaláról. Tehát a tároló tér kiszolgálásának hagyományos mozgató eszköze a villás targonca, amit itt is láthatunk a képen. Ezen eszközök fejlesztése az elmúlt időszakban arra irányult, hogy olyan típusokat állítsanak elő, amelyek minél kisebb közlekedési útigényel minél nagyobb emelési magasságot tudjanak elérni. Az első lépés az volt, hogy a hagyományos homokvigás targoncák után megjelentek a tolóoszlopos targoncák, melyeknél az emelőoszlopot hidraulikus hengerrel mozgás közben hátra lehet húzni, ezzel csökkentve a targonca szerkezeti hosszát. Ezáltal a tároló helyekre való ráforduláshoz kisebb útszélesség is elengedhető. A következő lépcsőben kifejlesztésre kerültek az azok a speciális targonca típusok, amelyek kizárólag a be- és kitárolást végzik, és nincs, szükség is, nincs szükségük 90 fokos ráfordulásra, mivel forgóvillás, illetve teleszkópvillás szerkezetük lehetévé teszi, hogy a targonca csak hosszirányba közlekedjen a kiszolgáló folyosón. Hát egyébként itt van a kiszolgáló folyosó. Itt most láthatjátok ezen a képen. És nagyjából szerintem ez a ötödik részsel végeztünk is, úgyhogy én további jó tanulást kívánok mindenkinek, és akkor a következő videóban találkozunk.